A triceps király. Ki az Isten ez a pali? Maradjatok velem! Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és itt is lennék egy újabb szórakoztató, informatív videóval. Mostani alkalommal a triceps királyról fogunk beszélni, triceps királyról, csak én neveztem el triceps királynak, Poppa Pipesról, aki egy elméletileg egy amcsi naturál, inkább mondanám azt, hogy amcsinak amcsi, kérdés az, hogy naturál testépítő-e. Na most Instagramon lett úgymond népszerűbb, 98 ezer követője van, tehát nem azt jelenti, hogy túl ismert a testépítés világában, de azért már pár videóból hallhattátok a nevét, vagy pár ilyen testépítő cikkből, amit nem én írtam, csak mondom. Tehát már lehet, hogy hallhattatok róla, vagy láthattátok ezt a képet, vagy képeket róla. Na most mondom, 98 ezer követője van Instagramon, és állítása szerint naturál. Na most igazság szerint ez hihető is, elmondom nektek én számomra miért, mert ha jobban megnézitek a képeit, 99%-ban photoshopolt képek, illetve nagy tricepsze van, de nagyon ide nyomja a karját a teste mellé, és hogyha ide nyomom a karomat, akkor nekem is eléggé jó kis trinyom van. Na most ő is ezt csinálja az összes képén, oda nyomja maga mellé a karját, és lehet látni, hogy brutál nagy tricepsze van. Mint tudjátok, a karunk két harmadát a triceps teszi ki, eznek így is kell lennie, biceps egy harmad, triceps két harmad, ugyanis triceps háromfejű izom, biceps kétfejű izom. Semmi gond nincs ezzel. Csak a csávónak igazából a 9/10 adja ki a tricepsze, és 1/10 a bicepsze, úgyhogy szerintem aránytalan is. Tehát a csávó aránytalan, olyan nagy izomtömege nincsen, hogyha jobban megnézitek, tehát oké, száraznak száraz, valószínűleg egy ektomezomorf testtípus, ami ugye a nehezen hízó kategória, viszont azért izmosodni is könnyebben tud kategória, ugye ez a kettő kombinációja. Gyorsan rátérnék, ugye van három testtípus, ezt már pár videóban elmondtam, endomorf, mezomorf, ektomorf. Egyik emberre se lehet mondani azt, hogy 100%-ban az egyik kategóriában van, általában a testépítők vagy az ektomezo, vagy az endomezo kategóriába tartoznak. Na most az endomorf az a hízásra hajlamos, tehát könnyen zsírosodó, a mezomorf az könnyen izmosodó, az ektomorf pedig a nehezen hízó, tehát nehezen hízik zsírban, de izomban is. Ezek általában kombinálódnak egy ember típusban, de mint mondtam, az esetek többségében a testépítők igazából inkább endomezomorf kategóriába tartoznak. Ez a csávó inkább az endomezomorf kategóriába tartozik, tehát nehezebben hízó kategória, viszont hogyha hízik, akkor főleg izomtömegben hízik. Mint láthatjátok, száraz, igazából száraz a pali, szálkás izomtömeggel rendelkezik, ami teljesen oké, lehet látni az izomformáit, viszont azért nincs olyan brutál nagy izomtömege, mint a profi testépítőknek, akiket mindjárt fog nektek hozni. Amúgy az Instagramján csak a tricepséről vannak képek, tehát mindegyik képén ott van a tricepsze, hogy oda nyomja, és a legtöbb kép ugye az photoshopolt, szerintem ugye a 99%-a, illetve van pár ilyen motiváló videója is, ahol elmondja, hogy hogyan kell táplálkozni, de atom nagy fasság az egész, úgyhogy igazából nem inspiráló videó, csak ő számára inspiráló, vagy ő címezte is, hogy inspiráló videó, vagy motiváló videó, de amúgy nem az. Inkább szórakoztató amúgy a pali, tehát vicces, szórakoztató, de komolyan nem lehet venni. Amúgy a csávókának 50 centis a karja, ami elég jó ahhoz képest, hogy naturál, nem tudjuk ez mennyire igaz, de ha mégis, akkor az elég jó. Viszont a többség az nem egy nagy cucc, a többi izom csoportja. Most hasonlítsuk össze a profi testépítőkkel őt, hoztam ettek pár kedvenc testépítőmet. Első például Kevin Levroni, akinek annó fénykorában 60 centis karjai voltak, 100 kg volt a versenysúlya és 120 kg volt az off-season súlya. Másodikunk ugyebár Jay Cutler, ezt is gondolom mindenki ismeri, 58 centis karokkal, versenysúlya 118 kg, off-seasonban pedig 136 kg volt. Ronnie Coleman 61 centis karokkal, versenysúlya 134 kg, off-season súlya 150 kg, illetve Phil Heath 58 centis karokkal, versenysúlya 109 kg és off-season súlya 125 kg. Láthatjátok, azért ezekhez képest ez a csávó, ez etióp. Úgyhogy igazából ennyit róla, szerintem érdekes volt, ezért is csináltam róla videót, ezért is hívtam a triceps királynak, mert tényleg érdekes, hogy ilyen rohadt nagy tricepsze van. Valószínű, hogyha nem nyomná oda a karját a testéhez, akkor is amúgy nagyobb tricepsze lenne, mint az átlagnak. Úgyhogy érdekesnek érdekes, remélem ez a videó informatív volt és szórakoztató. Ha igen, akkor csapassatok rá egy lájkot, osszátok meg is, írjátok le kommentbe, hogy mit gondoltok, ti hogy látjátok.
mit gondoltok erről a testépítőről, illetve az, hogy nektek ki a kedvenc testépítőtök. Hogyha szeretnétek személyre szabott edzésteret vagy étrendet, szálkásításhoz, fogyáshoz, tömegnöveléshez, vastagításhoz, test átalakuláshoz, akkor látogassatok el weboldalamra, ami az aramtariprofizik.hu, vagy küldjetek e-mailt az aramtari96@gmail.com-ra, és átbeszéljük a programot, hogy nektek mit ajánlok, illetve nyilvánvalóan céltokhoz igazítom. Ha nem tetted meg még, akkor iratkozz fel még több hasonló videóért, érjük el a 200.000 feliratkozót, és hát köszönöm szépen a figyelmet nektek, következő héten jövök egy érdekes videóval. Tari Ellen voltam. Peace!